Az eseményen beszédet mondott Huba Imre, a Jászhegyszentmihályi Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A Kunok fővárosában, Karcagon vagyunk, és tudni kell azt, hogy a Kunok mennyi véráldozatot hoztak Magyarországért. Istenért, a hazáért és a szabadságért. Ugyanúgy, mint székely testvéreink. Van itt egy kedves barátom, aki, ha megkérdeznénk, hogy mi választja el a Kunokat a székelyektől, akkor nem a jellembéli különbségeket mondaná, hanem azt, hogy 400 kilométer. Pusztán ennyi. És ott is magyarul beszélnek, ott is magyar emberek élnek, csak nekik nehezebb őrizni a magyarságot, nehezebb őrizni a hagyományokat. És minden egyes gondolat, ami innen az anyaországból sugárzik, az duplán hat odakint. Egy nemzet, országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek határai. És az imént nem véletlenül idéztem II. Rákóczi Ferenc nagyfejedelem jelmondatát, amely latinul így hangzik: cum Deo pro patria et libertate. Istennel, a hazáért és a szabadságért. Azt kívánom minden magyarnak, hogy éljen bárhol az a világban, éljen Székelyföldön, vagy a Kárpát-medencében, vagy azon túl, hogy soha ne felejtse, hogy innen Magyarországról, az anyaországról minden nap, nem csak ezen a napon, minden nap gondolunk. Az autonómiára gondolunk, a szabadságra, hogy minden magyar ember szabadon élhessen a világon. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre Csaba NAK megyei elnöke. A beszédek után nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános az ünnepségen résztvevőkkel közös imát mondtak el a nemzeti összetartozásért. A meggyújtott törtűz az összetartozás jelképe, egy olyan láng, amely soha nem alszik ki a magyar emberek szívében.